Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat a 2022. július 12-én tartandó rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Nagyon köszönöm, hogy megjelentek. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Balázs Ádám, dr. Dömötörné Paphargita, Győri Ottilia, Hargitai Zsuzsanna, dr. Ostoros Gyula, Zsigmond Bertalan, Somlóvári Józsefné és Szabó Ákos Péter képviselők. Ezzel a képviselőtestület határozat képes. A mai rendkívüli ülésre 4 napi rendi pontunk van. A gép nincs ugyan bekapcsolva, de már is be lesz. Légy szíves, minden képviselőtársam kapcsolja be a szavazógépét, és ha a napi rendi pontokkal így, ahogy itt sorba vettük, egyetértetek, és nincs hozzászólás, akkor indítjuk a szavazást a napi rendi pontokról. Kilenc igennel egy hanggal megszavaztuk. Az első napi rendi pontunk a főutca 100 szám alatt található ingatlan elbontására vonatkozó árajánlat bekérése. Ez a mester tulajdonában lévő ház, amivel kapcsolatosan az önkormányzat pereskedett, és ezzel a döntéssel megnyílik a lehetőség, hogy a művelődési ház mögötti közösségi teret az önkormányzat teljes egészében birtokba vegye, és ott a körbekerített romos házat mi hamarabb lebontsa, ezt a nyár folyamán meg is tesszük, területet is rendezünk, és akkor már a közösségi életnek egy újabb szintere alakulhat ki Budakeszin, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés, mindenki munkáját köszönöm, és ha hozzászólás nincs, indítjuk a szavazást. Kilenc igennel megszavaztuk. Következő előterjesztés, a Kert utca felső szakaszán forgalmasító borda építéséről szól. Lakossági kérés volt, mint több egyéb kéréssel egyetemben, tehát a hamarosan azért végig kell tekinteni, hogy más helyszíneken hol kérnek Budakeszin forgalomlassító bordát. Itt ebben a helyzetben az a különleges szituáció állt elő, hogy a kivitelezésnek a felét a kérelmezők állják. Úgyhogy aki ezt támogatja. Hargita Zsuzsa. Köszönöm szépen, csak annyit szeretnék mondani, hogy én általában nézem a bukkanóknak az építését, megépítünk egy új utat, aztán rögtön kérnek rá bukkanót, be kéne tartani a sebességhatárokat, de ebben az esetben teljesen egyértelmű, tehát itt én kivételt teszek, mert ez egy rendkívül meredek és kanyargós szakasz, tehát itt mindenképpen szükséges. Köszönöm. Köszönjük. Indítható a szavazás. Kilenc igennel megszavaztuk. Következő eljárás az egyes szilárd burkolatú utcáknak a felújítása tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás megindításáról, a közbeszerzési eljárást lefolytató cég kiválasztásáról, illetve az egyik közbeszerzési céggel kapcsolatosan a rendes felmondásról való szavazás. Kérdezem, hogy van esetleg hozzászólás, vagy indíthatjuk? Indítjuk a szavazást. Kilenc igennel megszavaztuk. Köszönjük szépen. Következő előterjesztésünk. A Makkosi út útépítése tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás megindításáról szól. A célunk minél hamarabb a Makkosi útnak a megépítése. Ez az első lépés, hogy végre most már a közbeszerzési eljárást ki tudjuk írni, úgyhogy indítható az eljárás. Vagyis a szavazás kilenc igennel megszavaztuk, minden mostani napirendi ponton túljutottunk. Nagyon szépen köszönöm a képviselőtestületnek a gyors munkáját. További szép nyarat és jó pihenést kívánok mindenkinek. Aki dolgozik, annak meg jó munkát. Ezzel az ülést bezárom.